Nem sokára évfordulónk lesz, úgyhogy most bemutatok nektek egy nagyon kedves vendéget. A, ő itt a Jacqueline. Azért szeretem őt nagyon, és szeretnék jó vendégekről is beszélni, nem csak mindig a rosszokról. mert ő, ő tényleg, hogyha azt érzem, ki, egy csillagos hatost kapna, sőt, azt is megbocsájtom neki, hogy tészta kurkuma a keze, a körme, mindenhol, mert most ő ezt szereti. No, de akkor hallgassunk meg a Jacqueline történetét, illetve a mi történetünket. Ő volt az a vendég, aki életem első vendége volt, mikor megnyitottam a Dugó stúdiót, és ő azóta folyamatosan jön. Három-négy hetente mindig látjuk egymást, úgyhogy köszönjük, mert tényleg kialakult egy baráti viszony. Um, nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy, hogy az a köröm, amit én akkor elkészítettem neki, hogy az micsoda baromi ronda valami volt, de hogy, hogy mind a ketten el voltunk tőle ájulva, és hogy, hogy valószínűleg tényleg nagyon-nagyon szimpatikusok lehettünk egymásnak, illetve akkor még valószínűleg nem, nem lehetett annyira fejlett a technika. Én nem tudom, de tényleg visszanéztem, és baromironda ronda volt. Sajnos már ezt a képet nem találtam meg, de meg megtalálom, akkor megmutatom nektek, mert uh, tényleg, tehát uh, akkor, akkor az, az akkori kornak baromi jól nézett ki, de hogy, hogy most azért már amióta nekem is szakmai tapasztalatom van, meg minden, azért azért azt látom, hogy az jó ronda volt. Szóval azt is úgy kirögtük, hogy nem igaz. De mindegy, ami miatt én egyébként szeretném nektek megmutatni azt, hogy, hogy milyen kapcsolat van köztünk a na, -a. ennek az az oka, mert ő az a tipikus vendég, ami miatt szeretem a munkámat, és ez a fontos, erre kell koncentrálnunk. És igen, hogyha arról van szó, akkor lehet, hogy én neki le is az időpontot, mert, mert vele szívesen dolgozok. És azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy olyan vendégelétek legyen, mint a zsáklén, mert ő egy, egy annyira cukicsa, és én őt nagyon szeretem.